Május 1-én a Kampón a Majálisán többek között fellép a Gördülő Tánccsoport. Ennek kapcsán, illetve a különleges évforduló kapcsán beszélgetünk most Sárai Rita vezetővel. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm a meghívást. Mindenek előtt arról beszéljünk, hogy mivel készülnek a Majálisra, milyen programot hoznak el a kerületbe. Az idén 20 éves Gördülő Tánccsoport egész évben jubileumi alkalmát ünnepli, tehát és minden egyes esemény egy ünnepség is nekünk, ünnepi alkalom is nekünk, így ez a május 1-i fellépés is. Hozzuk a korábbi táncainkat, illetve szeretnénk megtáncoltatni a közönséget is, ezért a fitness programunkat is becsempésszük a repertoárba. Mennyire nyitott egyébként a közönség egy-egy fellépés alkalmával, hogy ők maguk is bevonódjanak, tehát hogy táncoljanak együtt? Általában azt tapasztaljuk mindannyian, hogy teljesen egy hullámhosszon pendülünk. A repertoárunk, illetve a maga műsort az úgy áll össze, hogy először elkezdjük a kicsit szívfájdítóbb dallamú táncokkal, például egy lágyabb angol keringő, vagy egy ilyen kis magyaros, hangulatú, hangvételű, népies, dallamú tánccal, ami egy picit tényleg ilyen lassabb dallamivel rendelkezik, és akkor mindenki úgy sírtogálál, vagy ugye szívéhez kapsz, tehát egy kicsit megható ez az egész, de utána egyre inkább a gyorsabb számokat teszem be, tehát ezt itt tudatosan építem így fel a műsort, és a legvégén pedig már csupa vidám számokat, vidám táncokat adunk elő, és aztán a korona az egészre ez a fitness, ez a közös táncos, ez a közös kicsit ilyen latinos temperamentumú bulizás, hogy úgy mondjam. Úgy fogalmazott, hogy ebben az évben szinte minden fellépés ünnep, hiszen a 20. évforduló azért ilyenkor visszatekintenek, vagy hogyan fogják fel ezt az évet? Egy picit vissza és előre is értékelnek, tervezgetnek? Így van. Hát ez egy olyan szép kerek jubileum, én nagyon büszke vagyok rá, hogy egyáltalán 20 évig működtünk, 20 éve már működünk. És azért mondtam ezt, hogy minden alkalom egy ünnepi alkalom, mert nem szerettünk volna az év során egy alkalmat jelölni, hogy na, ekkor ünneplünk, ezelőtt, ezután nem, ez az egy, mint amikor születésnapja van az embernek, és egy napra teszük föl a mindent, hanem egy kicsikét minden egyes ilyen fellépésünkre úgy készüljünk, tehát a próbákon is, meg magán az eseményen, a fellépésen is, legyen bennünk is egy ünnepi hangulat, amit át tudunk adni a közönségnek, és szeretnénk még fényesebb, még csillogóbb műsorszámokat előadni. Nyitott egyébként a közönség egy-egy fellépés kapcsán? Azért is kérdezem, mert azt olvastam a honlapjukon, hogy egyfajta küldetésük az, hogy a színpadon megmutassák azt, hogy tánccal képesek megmutatni, hogy a kerekesszékbe került emberek is teljes életet tudnak élni. Sikerül ez a küldetés? Sikerült az évek során ezt a célt megugrani? Hát egyre inkább úgy érzem, hogy igen. Tehát amikor alakultunk, akkor egyáltalán nem volt bennünk küldetéstudat, nem volt semmi ilyen jellegű célunk. A célunk csupán az volt, hogy együtt legyünk, bulizzunk, táncoljunk, a négy fal közül kikerüljünk, tehát azért a legtöbbünk baleset miatt került ebben a helyzetbe. És ugye jó magam is 2 évig sajnáltam magam a 4 fal között. És ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy létrehoztuk így a barátainkkal, a társainkkal együtt ezt a Gördülő Tánccsoportot, mert volt miért kiszabadulni a 4 fal közül végül is. Sok embernek ez egy kiút? Sok tagnak? Szerintem mindenkinek. Mindenkinek? Mindenkinek, abszolút. Tehát ez egy olyan jó kis program, meg cél, meg motiváció, ami tényleg ezért érdemes reggel fölkelni, fölöltözni, nekiindulni, mert a nekiindulni annak azért van jelentősége, mert van, aki Zalaegerszegről jön, van, aki Dunapatajról, Hódmezővásárhelyről, Szegedről, minden, tehát össze-vissza mindenhonnan az országban, tehát éppen ezért mi országos csapat vagyunk, tehát nem konkrétan egy pesti csapat, vagy sokan Gödöllőinek hívnak, biztos a Gördülő miatt asszociálnak, Gödöllő, de nem Gördülő Tánccsoport vagyunk, országos szinten, tehát országos csapat vagyunk, viszont Budapesten van a székhelyünk, tehát végül is ilyen szempontból akkor budapesti csapat vagyunk. De szóval a lényeg az, visszakanyarodva a kérdésre, hogy van miért kimozdulni, tehát ez volt az eredeti cél, hogy bulizunk, együttvé tartozunk és megyünk. Viszont így az évek során, ahogy egyre több fellépésen túl voltunk, akkor jöttünk arra rá, hogy küldetést teljesítünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és további eredményes munkát kívánok Önöknek. Nagyon szépen köszönöm.